hétfő délelőtt, Peti áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Hát ahogy rendkívüli volt az előző tanévnek a befejezése, úgy tűnik, hogy ez az időjárás rendkívülé teszi nekünk a új tanévnek a kezdetét is. Tehát ehhez próbálunk meg alkalmazkodni. Kedves diákjaink, tisztelt szülők, vendégeink, kollégák! Szeretettel köszöntöm a kedves tanulókat, szülőket, kollégákat, meghívott vendégeinket a 2020-2021-es tanévnyitó ünnepségén. Külön szeretettel köszöntöm a legkisebbeket, az első osztályos gyerekeket és szüleiket, akik első alkalommal vesznek részt a tanévnyitó ünnepségünkön, valamint a 8. osztályos tanulókat és szüleiket, akik sajnos most nem tudnak velünk lenni, de akik számára ez az utolsó tanév kezdődik meg iskolánkban. Ebből az esős időjárásból mindannyiunk számára egyértelmű és világos, hogy véget ért a nyár, a nyári szünidő, eljött a szeptember 1-e, és kezdődik az új tanév. Kedves első osztályosok! A tanítónéni, Zita néni és a napközis tanítónéni, Ági néni már nagyon vártak benneteket. Nagy szeretettel készültek a mai napra, és biztosan ti is nagy izgalommal vártátok, hogy iskolások legyetek. Júniusban elbúcsúztatok az óvodától. Nyáron biztos sokat játszottatok, és azt számolgattátok, még hány napot kell aludni, hogy elérkezzen a nagy nap, az első iskolai nap. Most az iskolával egy új szakasz kezdődik az életetekben, a betűk és a számok birodalmának felfedezése. A nyári szünetben szüleitek megvásárolták számotokra az iskolatáskát és a tanszereket, a tankönyveket pedig átvették az iskolában. És most készen álltok a tanulásra, az új élmények befogadására. Azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban, gyarapodjon tudásotok, gazdagodjatok sok-sok pozitív élménnyel. Köszöntöm hát iskolánkban az első osztály 21 tanulóját, akik a következők. Habi Marcell Sándor, Horváth István Péter, Koncz Gál Nóra, Kovács Dominik Brandon, Kovács Izabella, Kovács Kristóf Géza, Kozák Benet Szilárd, Mak Lőrinc Áron, Mészárovics Dobos Norbert, Nyári Amira, Nyári Brigitta, Pacskó Fanni, Reichert Kincső, Reichert Zoé, Szalai Áron, Tomcsányi Botond Dominik, Tököli Zsófia, Varga Szilvia Alexandra, Vas Márk, Vég Csenge, Vidák Benedek Gábriel. Érkeztek iskolánkba új tanulók, nem csak elsősök, és szeretném éppen ezért köszönteni a Köcséről érkezett tanulóinkat. A második osztályba érkezett erre a tanévre Dénes Panna, Feledi András, Pápai Zalán, Steinmacher Vivien és Varga Johanna Jászmin. A negyedik osztályba Muri Ella és Muri Ivett Ajsa. Az ötödik osztályunkba Fekete György Károly, Horváth Letícia és Tóth Kristóf. Ők érkeztek Köcséről, és van egy tanítványunk, egy új tanítványunk, aki Kecskemétről érkezett a 6. osztályba, a 6. B-be, Tájai Máté. Én azt kívánom minden újonnan érkezett elsősnek, felsőbb évfolyamba érkezettnek, hogy érezze nálunk nagyon-nagyon jól magát. Kedves szülők! Reggel bizonyára nagyot dobbant a szívük, amikor bekísérték gyermeküket az iskola épületébe. Ne aggódjanak! Féltve őrzött kincsük jó kezekben lesz az iskolánkban. Zita néni, Ági néni és a többi tanítónéni szeretettel fognak foglalkozni velük, játékosan fognak tanulni, és sokat játszani, énekelni.
Pedagógusaink nyitottak, segítőkészek, mindenben támogatják a gyerekeket és szüleiket. Kedves nyolcadikas tanulók! A nyár elmúltával megkezdődik az utolsó általános iskolai tanév számotokra. A következő tanévet már a középiskolában fogjátok megkezdeni. A továbbtanulás előtt álltok. Ne feledjétek, ahhoz, hogy választott iskoláitokban felvételt nyerhessetek, szorgalmasan kell tanulnotok. Érezzétek jól magatokat az utolsó tanévben is, a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, és tanuljatok szorgalmasan. Kedves diákok! A nyári táborok, a családi nyaralások után elindul az új tanév. Az előttünk álló 179 nap munkaterve elkészült. Bízunk benne, hogy a lehető legtöbb programot tudjuk megtartani a betervezettekből. Idén is lesznek projektnapok, a tantestület úgy döntött, hogy ebben a tanévben a digitális témahét kerül megszervezésre. Ebben az évben is járnak majd úszni a harmadik osztályosok, és együtt szeretnénk ünnepelni a község lakosságával nemzeti ünnepeinken. A délutáni programok idén is bőséges kínálattal állnak a gyerekek rendelkezésére. A zeneiskolába 44 tanuló iratkozott be. A mai nap során még van lehetőségük a szülőknek beiratni gyermeküket a zeneiskolába. Kollégáim szeretettel várják Önöket. A zenetanulás mellett lesz énekkar, aztán számos szükség szerinti felzárkóztató foglalkozás, és ebben a tanévben is nagy hangsúlyt fogunk fektetni a kompetencia fejlesztésre. Én kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és meg annyi örömteli pillanatot. Egy szép gondolatot adnék nektek erre az új tanévre útravalóul. Az a szép a tanulásban, hogy senki nem veheti el tőled. Én ezzel a záró gondolattal köszönöm meg megtisztelő figyelmeteket, és egyben a 2020-21-es tanévet hivatalosan is megnyitom. Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak és kedves kollégáimnak munkájukhoz sok erőt, egészséget, türelmet és kitartást kívánok. És most arra kérem Fekete János polgármester urat, hogy köszöntse a közösséget. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, kedves szülők és tisztelt pedagógusok. Hát ez a tanév elég furcsán kezdődik ebbe a vírusos világba, de reméljük, hogy most már szeptembertől nem lesz olyan gondok, mint tavasszal, meg nyár elején. És megígérem az önkormányzat nevében, hogy maximálisan támogatjuk mindenféle maszkoktól elkezdve mindennel a tantestületet és az iskolánkat, és további jó tanulást kívánok egész évben. Sok sikert! Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, köszönő szavait, és most arra kérlek benneteket, arra kérem Önöket, hogy hallgassák meg a negyedik osztályosok köszöntő műsorát. Szervusz nyár! Nem én akarok elköszönni tőled, te hagysz el engem újra. Az ördögbe is már megint olyan rövid voltál. Tudom, minden évszak ilyen. Társainnak is ez a sorsa, csak jöttök és mentek. Mire igazán megszoknánk, meg szeretnénk benneteket, már indulnatok kell tovább. Szervusz nyár! Kérlek, hallgass meg engem, még mielőtt végleg elsietnél, és átadnád a helyedet őszapónak. Te különösen kedves vagy számomra, mert igen, megszokni sem kell, annyira vállak. Vállak, hisz téd a nagy vakáció. Számomra az igazi szabadság te vagy, és te vagy a legnagyobb öröm is. Júniusban te zavartad el ismét a tanévet. Kopogás nélkül beköszöntél, és neki már is mennie kellett. Szervusz nyár! Köszönök neked mindent. Mindent, amit csak tőled kaphatok. Köszönöm, hogy idén is költél napsugarakat, hisz a nap a te legjobb cimborád. Köszönöm, hogy barátoddal kellemes hűvössé varázsoltátok a vizeket, hogy jókat fürödhessek, úszhassak én is. Szervusz nyár! Köszönöm, hogy megérlelted kedvenc gyümölcseimet, így befejezted tavaszacséd elkezdett munkáját. Finom ízt, mézédességet te adtál barasznak, körtének, almának, dinnyének. Erődből jutott a kalászoknak is. Megérlelted a gabonát, hogy mindennapi kenyerünk jövőre is legyen. Amit befejezned nem sikerült, nyugodtan bízd rá őszbátyádra, neki már könnyű dolga lett.
Szervusz, nyár! Milyen jó voltál hozzám, hogy talán azt sem bánom, hogy te hoztál el az új tanévet is. De nem, lehet, hogy igazad van, nem csupán játékból áll a világ, de nem mondd, jól tudom, anyuék épp elégszer mondják, pihent ki magad, lesz rá 9 hónapod. Éjszakok olyan szépen megosztjátok egymás között az időt, hogy mire újra jöttök, újjászületve köszönthettek minket. Szervusz, viszontlátásra, nyár! Csókolom, jól megnőttem, az ismerősök mindig megbeszélnek engem. Mekkora langaléta lettem, milyen sovány vagyok, meg púposan állok, idétlen arcot vágok. Kitaláltam az egyetlen védekezési módszert. Azt mondom az ismerősöknek, mielőtt megszólalnának. Csókolom, jól megnőttem, és sovány is vagyok. Az anyu cipőjébe se fér a lábam. Ők erre elnevetik magukat, és én velük nevetek. Hosszú nagy vakáció már csak emlék, álom, szép volt, jó volt, és hogy eltelt kicsit sajnálom, de szólít az iskola, spadok, térkép, táblák, ha tehetném, futnának elénk az utcára, mint egy nyüzsgő hangyaboly, olyan lett az osztály, és csupa kérdésekből állunk. Hát te hon nyaraltál? Tenger, tábor, fenyvesek? Emlékek cikáznak egy-egy fényes darabja az elsuhant nyárnak. A nyár az elrepült, a villandrútra fecske üt. Készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, peregve hull már pár levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel. Táskám a könyv, a füzetek, váremény pad és sok gyerek. Számom betűk és dallamok, szervusz iskola, hát itt vagyok. Betűország nyitogatja 7 mérföldes ajtaját, csudaszépet mesél nektek, minden hős ki arra járt, s ott a számok rengetege, összeadás, kivonás. Megtanulja a fortéját gyorsan minden iskolás. Ne higgyétek, hogy csak munka, móka is van rengeteg, s a kiszorgos jutalomra piros pontra szert tehet. Kedves nyár, komolyan mondom, szégyelhetnéd magad. Június közepén mellém szegődtél, s barátokká fogadtuk egymást. Slám, 2,5 hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled, pedig anyujék mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekkel? Akasszuk a nyakába a kulcsot. Küldjük táborról táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamák. Szóval szörnyű családi vitákat okozták, kedves vakáció. Én magamban viszont mégis nagyon örültem, mert tudtam, te minden gyereknek a legjobb barátja vagy. Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk, s nem csak mi, de a tanáraink is. Ők, nekem elmondta az osztályfőnököm, épp úgy várták, mint a diáksereg. Kedves vakáció, tudatom veled, mindenre te sem figyelsz oda. Az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, vakáció, megtanultam úszni. Úgy, hogy egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásod ideje alatt kiváló famászó lettem. Bár anyujék maradi nézetei szerint a nagymamák idegeire többször másztam fel. Kedves vakáció, egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, hogy a te idő sajnos lejárt. A naptár pergető idő nem ismer könnyületet, s még neked sincs akkora hatalmad, hogy legalább októberig maradhass. Köszönöm, hogy közel 80 napig jó barátok lehetünk, és ez a lényeg. Te is teleljed úgy, mint mi, és úgy vár a tavaszt, mint mi. Drága vakáció, a suli, író kezekre vár a kréta, a padok elárulnának, s a füzetek sem akarnak üresen maradni. Isten veled, vakáció, vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva nagy szükségünk lesz rád, aztán majd időben küldám kis testvéredet, a téli és a tavaszi szünetet. Ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz, mégis kedves öreg nyári vakáció. Lámacserfe. Gyermeked, ünneplőben ballak, halld a csengők vígdalát, ime jött a nagy nap. Elsuhant a fényes nyár, nézd össz már intet. Visszavár a sok jó barát, osztályfőnök minket.
Lesben áll az új kaland, színes radír tábla, kunkorod öltösök bújnak az irkánkba. Gyere te is kispajtás, állj be közénk vígan, hidd el csodás lesz az évit a mi sulinkban. Itt állunk most újra, diáktársak együtt, kézen fogva kísér a nyár íze még. Szünetünk véget ért, szeptembert köszöntjük, kíváncsian állunk elé, hát hajrá új tanév. Tanároknak százai készen állnak újra, hát szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák. Lehet furcsa, mégis így van, vártam már az iskolát, s érzem az új tankönyveknek komoly tudás illatát. Régi arcok ismerősen mosolyognak vissza, mind megváltoztunk, felnőttünk egy kissé. A sok-sok diáktárs egymást is tanítja. Hogyan tegyük együtt a kötelezőt szépé? Feljebb léptünk mától, tanárok s diákok. Tudás szerző csatánk most veszi kezdetét. Büszkén szembenézek, s várakozva állok. Biztossuk csak bátran, hát hajrá, új tanév, hurrá! Köszönöm szépen a negyedik osztályosok műsorát, és köszönöm azt, hogy a nyári szünetben időt áldoztatok arra, hogy tanultatok, és köszönöm Élő Emília osztályfőnöknek, aki a gyerekeknek ezt a kis műsorát összeállította. Most megkérném a 8. osztályos tanulóinkat, hogy kössék fel az elsőseinknek, az iskolának a nyakkendőjét, ezzel is iskolánk tanulójával fogadva őket. Iskolás lettem, észre se vettem, úgy elszaladtak az évek fölöttem. A jó óvodában, a sok játék között, észre se vettem a szaladó időt. Vár most már a táskám, könyvem, füzetem, össze kell, hogy szedjem, a kicsinyke eszem. Ákombákom, írások, hogy kell ezt megtanulni, hogy az I betűre pontot is kell tenni. Nagy hasú számokat, hogyha majd leírom, melyik is az ötös, nehezen tanulom. Hát még az olvasás, a fejem hogyha töröm, attól félek közben, a nyelvem is kitöröm. Ám de fel a fejjel, kedves barátaim, azért én nem fogom hullatni könnyeim. Más is volt már elsős, és bizony kibírta, nem őszült még bele senkinek a haja. Milyen büszkék leszünk majd év végére, ha rá tudjuk tenni a pontot az íre. Boldogan gondolunk a vakációra, és csendben ballagunk át majd a másodikba. E
Elbúcsúzom, elballagom, ősztől iskolás leszek. Óvónéni kis barátok, de jó volt itt veletek. Pici voltam, nagyra nőttem, okosodtam is talán. Megértem a tanulásra, most már vár az iskolám. Óvónéni, nem feledem, annyi jót adtál nekem. Tanítgattál, nevelgettél, mindig törődtél velem. Volt, amikor rossz csont voltam, türelmedet köszönöm. Tudom, mindig megértetted bánatom és örömöm. Kinőttem a kis székem, egy kisebbnek átadom, szekrénykémet más használja, s nem játszom az udvaron. Más kalandok várnak rám, de tudod, a szeretet visszahozza látogatni majd a pici szívemet. Óvónéni, ne sírj értem, nem felejtlek el téged. Szívem mélyén őrizgetem majd a sok szép emléket. Most búcsúzom, hálás vagyok, megköszönöm te neked, hogy a szívedből nekem adtál egy szerető szeletet. Nagyon szépen köszönjük az elsősöknek is ezeket a szép gondolatokat, amivel még elköszöntek az óvodától, illetve megérkeztek az iskolánkba. 2,5 hónappal ezelőtt, az előző tanévet, ahogy már említettem, nem tudtuk a szokott módon lezárni, ezért most a tanévnyitó ünnepségünkön kerül sor az előző év eredményeinek ismertetésére. Először az osztálydiákja okleveleket szeretném átadni a gyerekeknek. Azokat az évfolyamokat mondom, amiben tavaly jártak, jó, ha nem haragszottok, bár a mai nappal már mindenki egy magasabb évfolyam tanulója. Második, az osztálydiákja lett második osztályban Narbut Márta, harmadik osztályban Koncz Gál Anna. Gyertek gyerekek, és átadom az oklevelet. Negyedik osztályban Hadaró Roland. Nem fogok kezet annám, jó? 5. A osztályban Horváth Ákos. Gratulálok, Roland. 5. B osztályban Kovács Dóra. 6. osztályban Sarang Jászmin Anna. 7. osztályban Lovas Lili Kamilla. Gratulálok, Lili. Könyvjutalmat kap első osztályban Kozák Noel Benjamin kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok. Rózsás Kolos kiváló tanulmányi eredményéért. Sok sikert neked. Somogyi Bálint kiváló tanulmányi eredményéért. Székely László Nimród kiváló tanulmányi eredményéért. És Vitéz Ágnes Borbála kiváló tanulmányi eredményéért. Második osztályban könyvjutalmat kap Bónai Enikő kiváló tanulmányi eredményéért.
Farkas Bori kiváló tanulmányi eredmény. Geiger Panna Zsóka kiváló tanulmányi eredmény. Kovács Gerda kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok. Narbut Francesca kiváló tanulmányi eredményéért. Narbut Márta kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok. Gratulálok, kicsim. Pacskó Luca Zsófia kiváló tanulmányi eredményéért. Rédecsi Anita Ramónak kiváló tanulmányi eredményéért. Szabó Alexandra kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok. Szekér Nagy Zalán kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok, Zalán. Vörös Viktória kiváló tanulmányi eredményéért. Gratulálok. És Zsatku Sárdi Lilien Ivett kiváló tanulmányi eredményéért. A harmadik osztályban könyvjutalmat kapnak Ferenci Gyula kitűnő bizonyítványáért, valamint olvasás és testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért. Nem tudtam végigmondani, mert beletapsoltam. Gajtó Gréta kitűnő bizonyítványáért, valamint testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért. Gratulálok, Rész. Kitűnő bizonyítványáért, olvasás és testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért, kitűnő bizonyítványáért Hegedűs Panna Luca. Gratulálok. Kitűnő bizonyítványáért, olvasás, matematika és testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért Koncz Gál Anna. Gratulálok, Annám. Kitűnő bizonyítványáért, matematika és testnevelés tantárgyból elért kiváló tanulmányi eredményéért Kovács Ádám Nándor. Gratulálok, Ádám. Kitűnő bizonyítványáért Kun Zsófia Pálma. Kitűnő bizonyítványáért, valamint testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményért Szabó Hanna. Kitűnő bizonyítványáért, valamint testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért Tomka Lujza Adél. Gratulálok. Kitűnő bizonyítványáért, valamint matematika és testnevelés tantárgyakból elért kiváló eredményéért Vancsakovszki Milán. Gratulálok. Kitűnő bizonyítványáért, valamint testnevelés tantárgyból elért kiváló eredményéért Vitéz Bulcsú. A negyedik osztályban könyvjutalmat kap közösségi munkájáért, szorgalmáért Csizmás Dominik. Kiváló tanulmányi eredményért Hadaró Roland. Jó tanulmányi eredményért Katona Fanni.
kiváló tanulmányi eredményért Kovács Balázs. Kiváló tanulmányi eredményért Mónos Lia Szamira. Közösségi munkájáért, jó tanulmányi eredményért Péter Horváth Loretta. Közösségi munkájáért, jó tanulmányi eredményért Skálád Dorottya. Kiváló tanulmányi eredményért Szekér Csenge. Közösségi munkájáért, jó tanulmányi eredményért Zelei Kristóf. Gratulálok! Az 5. A osztályban könyvjutalmat kap, kiváló tanulmányi eredményért Defner János. Kiváló tanulmányi eredményért Stágl Sebestyén. Gratulálok, Sebi. Kiváló tanulmányi eredményért Zsombok Levente. Gratulálok, Levi, remélem jól vagy. És kiváló tanulmányi eredményért Zsombok Míra. Gratulálok. Az 5. B osztályban könyvjutalmat kap, jeles tanulmányi eredményért és kiemelkedő szorgalmáért Bózas Sára Gréta. Kiváló tanulmányi eredményért Kovács Dóra. Gratulálok, Dorikám. Jeles tanulmányi eredményért és kiemelkedő szorgalmáért Szentkirályi Márk. A 6. osztályban könyvjutalmat kap, kiváló tanulmányi eredményért Geiger Balázs Botond. Gratulálok, nagyon örültél. Kiváló tanulmányi eredményért Sarang Jázmin Anna. Jó tanulmányi eredményért Tomka Ákos Bendegúz. Gratulálok. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért Zergi József. Gratulálok, Józsika. A 7. osztályban, és most már ugye ők a végzős osztályunk, könyvjutalmat kapnak. Kiváló tanulmányi eredményért Domján Alexa. Gratulálok, Alexa. Példamutató szorgalmáért, jó tanulmányi eredményért Feledi Lea. Kiváló tanulmányi eredményért Kruk Dorina. Kiváló tanulmányi eredményért Lovas Lili Kamilla.
Gratulálok. Példamutató szorgalmáért, jó tanulmányi eredményért Tóka Zsombor. Gratulálok, Zsombor. Példamutató szorgalmáért, jó tanulmányi eredményért Zelei Botond. Ezen kívül a könyvjutalmazottakon kívül az osztályteremben még jó néhány kisdiák kap a bizonyítványába, az előző évi bizonyítványába oklevelet az osztályfőnöktől. Ők a következők. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért Barti Bálint, Sarang Boglárka. Példamutató szorgalmáért Balassa Lana Mia, Polányi Barnabás, Pacskó György Péter, Bóza Márton Előd, Kadácsi Bence Dániel, Orsos Kira Vivien, Kupovics Levente, Richter Martin, Sarang Gábor, Szűcs István. Példamutató magatartásáért Ferenci Melinda Hanna. Közösségi munkájáért Kovács Brigitta, Zsombok Míra, Kovács Vivien, Nagy Rebeka Mercedes. A napköziben végzett közösségi munkájáért Rédecsi Anita Ramona. Jó tanulmányi eredményért Kocka Zília, Winkler Jázmin, Blaics Bianka, Debreceni Buda Zsigmond és Szabó Zétény. Szaktárgyi teljesítményért oklevelet kap Narbut Márta, Narbut Franciska rajzból. Hello, srácok! Kadácsi Kornél testnevelésből, Máj Konrád matematika és német tantárgyból, Nagy Ramona matematika és testnevelés tantárgyból, Pap Flávia és Székely Boglárka testnevelésből, Geiger Balázs Botond történelemből, Defner János testnevelésből. Nagyon örülünk neki, hogy egy nagyon jól működő kórusunk van. A kórusban végzett munkájáért oklevelet kap Balassa Lana Mia, Rózsás Kolos, Blaics Bianca, Kozák Noel Benjamin, Winkler Jázmin, Narbut Francesca, Narbut Márta, Geiger Panna Zsóka, Nagy Dávid János, Szekér Nagy Zalán, Zsatkusádi Lilian Ivett, Szabó Alexandra, Székely Lívia Boglárka, Tomka Lujza Adél, Pap Flávia, Nagy Ramona, Skálát Dorottya, Szekér Csenge, Zsombok Míra, Kovács Brigitta, Szabó Hanna, Zsombok Levente János, Lakatos Dominik László, Kovács Dóra, Bóza Sára Gréta, Ferenci Fanni, Matus Magdolna Gizella, Szabó Regina, Sarang Jázmin Anna, Nagy Rebeka Mercedes, Kupovics Korina Emese, bocsánat, és Kruk Dorina. Köszönet illeti Szűcs Istvánt, aki egész nyáron segítette a Szárszó TV munkáját. Kívánunk neki ehhez a munkához további sok sikert, és szeretnénk megköszönni Apáti Kingának, mert nagyon sok szájmaszkkal segítette az iskola tanulóit. A Bendegúz tanulmányi verseny sajnos a járványhelyzet miatt nem tudott a szokott módon befejeződni, de eredményesen részt vettek a következő tanulók ezen a versenyen. Nagy Dávid János, Szabó Martin, Bónai Enikő, Koncz Gál Anna, Nagy Ramona, Tomka Lujza Adél és Skálát Dorottya. Én a tantestület és a magam nevében gratulálok minden jutalmazottnak, és kívánok sok sikert nektek az új tanévhez. Én szeretném azért, hogyha azt a két nevet itt a teljes osztály iskola közösség hallanám, akik az iskola diákja lettek. Ebben az évben az iskola diákja címet, akinek a neve fölkerült a dicsőség falunkra, a 8 év alatt legtöbbet, legjobbat teljesítő és a közösségi munkájában kiemelkedő aktivitás mutató tanulónk, két fő volt, Kovács Barbara és Skálát Júlia. Ők a ballagáson vették ezt át. És már tényleg csak néhány perce kérem mindenkinek a türelmét. Mielőtt az osztályokba vonulnátok, néhány fontos információt szeretnék még megosztani veletek. Először is szeretném bemutatni az új kollégáinkat, akik itt ülnek most mellettem. Először is Bencs Jánosnét, Gyöngyi nénit. Ma
matematikát fog a felső tagozaton tanítani, mellette ül házastársa Bencs János. Az iskolánkban matematikát, kémiát és informatikát fog tanítani, és mellettük ül, és utoljára, de nem utolsó sorban bemutatnám Pozsonyi Zsolt kollégánkat. Ő pedig a felső tagozaton fogja a magyar nyelv és irodalmat tanítani. Van két olyan kolléganőnk, aki a Köcsei iskolából érkezett a mi iskolánkban, ők ketten pedig Lőrinc Attiláné, Ági néni. Ő az elsősöknek lesz a napközis tanítónénie, és még egy kolléganő érkezett, Budáné Lőrinc Ágota. Ő a negyedikes gyerekeknek lesz a napközis tanítónénie. Azért azt még elmondanám nektek, hogy a járványhelyzet felszabadítása miatt ezen a nyáron is sok-sok gyermek táborozásának adott helyet az iskolánk. 7 héten keresztül táboroztak nálunk gyerekek, egészen augusztus 16-áig, úgyhogy én szeretném megköszönni a kollégáimnak, a technikai személyzetnek, karbantartóimnak, takarítónak, iskolatitkárnak azt a megfeszített munkát, aminek eredményeképpen ma itt lehetünk, és ma ti tiszta termekbe fogtok tudni bemenni. A tanévnyitó ünnepség után a kollégáim ki fogják osztani a napközibe való beiratkozásos papírt, amit a holnapi napra kell visszahozni. Nagy örömünkre ebben a tanévben 4 napközis csoport lesz az alsó tagozatban, ami azt jelenti, hogy minden évfolyamon külön napközis csoportban tud majd tanulni. Arra kérjük a kedves szülőket ebben a tanévben is, hogy a tanóra védelme érdekében 14 óra előtt vagy 15:30 után szíveskedjenek elvinni a gyerekeket. Kérjük, hogy a szülők csak a bejárati kísérjék a gyermekeket, és a járványhelyzetre való tekintettel az osztályfőnökök úgy gondolom, hogy közzétették azokat az intézkedéseket, amit eddig a tantestület a járványhelyzet elkerülése véget tett, ennek kérem betartását. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét.